Bonzsor Alexandra vagyok a Szegelnek Kft-től, és ebben a videóban az Everan R12 Pro mini forgókotróról fogok beszélni, amelyben egy 14 lóerős japán Kubota motor van beszerelve, illetve gumiheveres járószerkezettel van felszerelve, amely könnyebbé teszi a munkát ezzel a géppel. 18 liter per perc a maximális teljesítménye ennek, illetve a gémet jobbra 90 fokba tudjuk elforgatni, balra meg 30 fokban, ami pozitív előnye, hiszen is sokkal könnyebben tudunk vele dolgozni, például kerítés mellett is könnyebben tudunk ásni, sokkal egyszerűbbé téve a saját munkánkat. Emellett harmadik körrel is föl van szerelve, ami szintén egy előny. Az ásási mélysége ennek 1,70 m, szintén jó. És akkor most megnézzük, hogy hogyan is néz ki ez a három hengeres japán motor. Könnyen hozzáférhető a motorrész, itt a szűrő rendszert, azt így a napi karbantartáshoz is egyszerűbben tudjuk kezelni. Továbbá itt, hogyha megnézzük, ott látható is a Kubota motor. És akkor most nézzük is meg, hogy hogyan lehet kezelni. A középső két karral tudjuk a járószerkezeteket kezelni, egyértelműen ezzel a balt, ezzel pedig a jobbat tudjuk. A kettő fönti kar pedig a gémnek a mozgatása, illetve forgását tudjuk vele irányítani. Ezzel pedig a tolólapot tudjuk kezelni. Ha ezt leszedjük, akkor ezzel a pedállal tudjuk a gémet jobbra 90, illetve balra 30 fokba mozgatni. Jobb oldalt pedig ezzel a pedállal a harmadik kört tudjuk kezelni. Így például a billenthető kanalat és az oszlopfúrót is tudjuk kezelni. Itt alul, hogyha megnézzük, az áramtalanító található, itt most jól láthatjuk, hogy be van kapcsolva. Fölötte a ledes munkalámpa található, itt pedig a műszerfalat láthatjuk. Itt ezzel tudjuk a kézigázt kapcsolni, illetve a kulcs, amivel el tudjuk indítani. Alapfelszereltségként itt látható a 35 cm-es körmös földkanál. Majd a gyors csatlakozó az itt látható. Továbbá itt van az 1 méter széles gerebje. Továbbá a fogóbilla. A 20 cm-es körmös földkanál, az 1 méteres kanál. Itt pedig a 60, illetve a 80 cm-es rizsű kanál. Amennyiben tetszett ez a videónk, akkor iratkozzatok föl, illetve megtaláltok minket a szegana.hu oldalán.